Az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából városszerte koszorúztak október 20-án. A koszorúzásokon közreműködtek a város tanintézményeinek tanulói. Pénteken délelőtt, október 20-án elsőként a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen helyeztek el koszorút a névadó emléktáblájánál. Ünnepi beszédet mondott Árvai Zsolt. A gimnázium tanára kiemelte, 1956 forradalmárjainak köszönhetjük, hogy ma egy szabad, demokratikus Magyarországon élhetünk. A megemlékezés a Jókai úti ifjabb Tatai Zoltán emléktáblánál folytatódott, ahol a Bújai János Katolikus Általános Iskola diákjai adtak elő szavalatot, majd Boros István igazgatóhelyettes osztotta meg gondolatait. Beszédében elhangzott, hogy 61 évvel ezelőtt őseink nem ismerték a közömbösség fogalmát, és mertek hangot adni akaratuknak. Boros István arról is szólt, hogy az ifjúságnak ma is szüksége van igazi példamutató hősökre. Ezt követően az önkormányzat, az iskolák és civil szervezetek képviselői helyezték el a kegyelet virágait. A koszorúzások sora a Nagy Imre szobornál folytatódott, ahol a Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltatási szakgimnázium és szakközépiskolája diákjai műsorát követően helyeztek el koszorút az egykori miniszterelnök mellszobránál. A megemlékezések sora ifjabb Tatai Zoltán sírhelyénél ért véget, ahol Ringer István tárogatójátéka után Nagy József Tatai Zoltán gyermekkori barátja emlékezett meg szerencsősi halottjáról. Ezt követően Koncz Ferenc polgármester helyezte el az emlékezés virágait Tatai Zoltán és Oleár István az 56-os forradalom és szabadságharc szerencsi áldozatainak sírkövén. Kitett itt csontból, húsból törvényt, és kérdik, egyre többen kérdik, hebegve. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzás a Szerencsi Kossuth téren folytatódott október 23-án. Az eseményen közreműködött a Hegyalja pedagógus kórus, valamint Havasi Péter, a Külhoni Magyar Nemzeti Színház színésze adott elő szavalatot. Ezt követően az önkormányzat, pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el a kegyelet virágait. A koszorúzás után a Rákóczi Vár Színház termében folytatódott az ünnepség.